Kedves nézőink, innen a parlamentből a plenáris ülés másodperceken belül elkezdődik. A mai ülésnap különlegessége, hogy Orbán Viktor napirend előtt szót kért. Már napok óta lehet tudni, hogy fel fog szólalni a parlamentben, mégpedig azért, mert beszámol arról, hogy a múlt héten miről tárgyalt Brüsszelben, milyen eredményei voltak a brüsszeli csúcsnak, az euróválság, illetve az unió és egyébként az egész világ a gazdasági válsága nyomán milyen döntések, milyen elképzelések születtek, és a magyar kormánynak ezügyben mi az álláspontja. Egy óra múlt 10 perccel, és ahogy a képen láthatják, gyakorlatilag már a parlamentben ott van a képviselők 95%-a. Érdekes volt például az előbb, de ezt majd később esetleg elmondom, minden esetre most... Tisztelt Országgyűlés, megkezdjük munkánkat! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a mai ülést. Az Országgyűlés őszi ülésszakának 44. ülésnapját ezennel megnyitom. Tisztelt Országgyűlés, megkezdjük munkánkat! Az ülés vezetésében Hegedűs Lórántné jegyzőasszony és Móring József Attila jegyző úr lesznek a segítségemre. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr az euróválságról címmel. Megadom miniszterelnök úrnak a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A múlt héten két napos, egész pontosabban egy éjszakás és egy napos ülést tartott az Európai Tanács, az Európai Unió 27 tagjának állam és kormányfői részvételével. Alkotmányos szokásainknak megfelelően azért kértem most szót, hogy tájékoztathassam önöket a csúcs találkozó eseményeiről és döntéseiről. Mint bizonyára önök is látták, világszerte nagy érdeklődés és várakozás előzte meg ezt a találkozót, és rendkívüli, talán minden korábbit meghaladó figyelem övezte a munkánkat. Ha minden igaz, akkor minden parlamenti képviselő két dokumentumot kapott kézhez, amelyet szeretném, illetve arra kérem önöket, hogy legyenek kedvesek és vegyék kézbe. Az első dokumentum, amit szeretnék a figyelmükbe ajánlani, az úgy hangzik, hogy következtetések. Ebből a dokumentumból annyit szeretnék most itt önökkel ismertetni, hogy ez az a dokumentum, amit a állam és kormányfők következtetések, konklúziók címszó alatt minden Európai Uniós csúcs után el szokott fogadni. Az igazán érdekes dokumentum a második, arról fogok majd hosszabban beszélni. Az első kapcsán csak arra szeretném fölhívni az önök figyelmét, hogyha a vége felé lapoznak, akkor láthatnak egy olyan bekezdést, hogy bővítés. Itt most két országgal, Montenegróval és Szerbiával kell néhány mondat erejéig foglalkoznom. Korábban az Európai Unió azt az ígéretet tette, hogy Montenegróval a tárgyalásokat megkezdi január 1-én, és Szerbiának pedig, ha teljesíti a föltételeket, akkor január 1-ével megadja az Európai Uniós tagjelölti státuszt. Magyarországnak egy ideig voltak kétségei afelől, hogy Szerbia teljesíti-e az előföltételeket, hiszen, mint önök is értesülhettek róla, egy olyan törvényt fogadtak el korábban a szerb parlamentben, amely minden rossz indulat nélkül könnyedén volt úgy tekinthető, mint a kollektív bűnösség ma már divatból kiment eszméjének megújítása. A
A szerb parlament egy másik törvényt is ezelőtt egy héttel megalkotott, amellyel korrigálta az előző törvényt, és így azt mondhatjuk, hogy Szerbia a kollektív bűnösség elvét kiiktatta a jogrendjéből, és ezzel elhárult minden akadálya annak, hogy Magyarország továbbra is erőteljes támogatója és szószólója legyen Szerbia Európai Uniós tagságának. Fontos lett volna, hogy ez a döntés megszülessen az uniós csúcson, hiszen ezen a csúcson, ugyanazon a napon felvettük teljes jogú tagként az Európai Unió tagjai sorába Horvátországot, és a magyar fölfogás, geopolitikai érdekek és külpolitikai látásmód azt indokolta volna, hogy amikor fölvesszük Horvátországot teljes jogú tagként, ne utasítsuk el, hanem adjuk meg a tagjelölti státuszt Szerbiának. Ez az a külpolitikai álláspont, amit a magyar kormány egyéb iránt úgy érzem, hogy az önök támogatásával eddig is és ezután is képviselni fog, vagyis mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Szerbia minél hamarabb megkezdhesse a tárgyalásokat Montenegróval egyetemben a saját Európai Uniós tagságáról. Ezt a célt nem tudtuk elérni, ugyanis Európa állam és kormányfői úgy döntöttek, hogy elhalasztják a döntésüket, még egy vizsgálatot tartanak indokoltnak, és 2012. februárjában a külügyminiszterek tanácsa készíti el a végleges javaslatot, amelyet rá néhány nappal majd a miniszterelnökök és kormányfők találkozója jóvá hagyhat. Ennek az eredménynek az eléréséhez is aktív, hogy ne mondjam agresszív magyar diplomáciai föllépés volt szükséges. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ellenben a másik dokumentum, amely azt a címet viseli, hogy az euróövezet állam, illetve kormányfőjének nyilatkozata egy kicsivel hosszabb ismertetést igényel. Ez egy szokatlan dokumentum, mint önök bizonyára látják, hiszen a címe is úgy hangzik, hogy az euróövezet állam, illetve kormányfőjének nyilatkozata, amely egy olyan megbeszélésen született, amelyen mindannyian, mind a 27 miniszterelnök, illetve államfő részt vett. Ennek a dokumentumnak az első oldala világosan leírja az európai helyzetet, amikor úgy fogalmaz, hogy az Európai Unió és az euróövezet az elmúlt 18 hónapban, vagyis 2010. júniusa óta sokat tett a gazdasági kormányzás javítása és az államadósság válság kezelésére szolgáló új intézkedések elfogadása érdekében. A tisztelt háznak azt érdemes tudnia, hogy ez a mondat arra utal, hogy 2010. júniusa óta fizetésképtelenné vált, és mondjuk úgy bedőlt Görögország, külső pénzügyi segítség nélkül nem tudott volna talpon maradni Portugália és Írország. Ez a válság, illetve ezek a fejlemények mind az államok eladósodásából fakadó és az eurózóna válságában kifejeződő helyzetből következnek. A dokumentum azt is leszögezi, hogy az euróövezetben ennek ellenére, mármint a sok pozitív döntés ellenére növekedtek a piaci feszültségek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a piaci feszültségek azt jelenti, ez európai bükfa nyelven van írva, de ez magyarul annyit tesz, hogy az eladósodott államok pénzpiacokon kibocsátott államkötvényeinek a kamata folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban. Nem csak az eurózónához tartozóké, bár a dokumentum most róluk szól, de például a miénk is. Valamint azt is jelenti a feszültség szó, hogy megnövekedett, megerősödött az a vélemény Európában, a pénzügyi hitelezők körében, hogy az eurózónához tartozó tagállamok nem lesznek képesek visszafizetni a korábban fölvett hiteleiket, vagyis kiváltani a lejáró államkötvényeiket. Még pontosabban fogalmazva, erősödik az aggodalom, hogy a hitelezők nem fogják visszakapni a pénzüket. Ez nem alaptalan föltételezés, ha onnan nézzük, hogy néhány hónappal ezelőtt még maga az Európai Unió is úgy foglalt állást, hogy a görög válság és bukás következményének egy részét a magánhitelezőknek kell viselni, és ezért a görög állampapírokba fektetett pénzük 50%-át elvesztették. Ezt a korábbi döntést ma sokan tartják műhibának, amely kérdés megítélésében én most itt nem bocsátkozom, de sokak szerint
Ha egyszer megtörténhetett mindez Görögországgal, akkor miért ne történhetne meg más államok papírjaival is? Márpedig, ha a befektetők, illetve a hitelezők, akiket valamilyen rejtélyes okból Európában befektetőnek neveznek, pedig valójában hitelezők, márpedig, ha a hitelezők úgy érzik, hogy esetleg nem kapják vissza a pénzüket, akkor miért is adnának új hiteleket? Ez a dokumentum világosan leszögezi, hogy a görög ügy az egyszeri eset volt, soha többet a magánbefektetőket az államcsődök elhárítása érdekében nem fogják bevonni a teherviselésbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha önök lapoznak egyet és a második oldalra fordítanak, akkor azt fogják látni, hogy az Európai Uniós miniszterelnökök számba vették azokat az eddigi döntéseket, amelyek alapján kezelni jóhatják a válságot. Ez a stabilitási és növekedési paktum, aminek mi is részesei vagyunk. Az európai szemeszter, aminek már részesei vagyunk. A makrogazdasági egyensúly hiányra vonatkozó eljárás, első bekezdés utolsó mondata, aminek szintén részesei vagyunk. És az Euró plusz paktum, aminek Magyarország nem részese, ugyanis adóharmonizációs törekvéseket látunk abban a csomagban, és úgy gondoljuk, hogy a magyar érdek, a magyar nemzetgazdasági érdek az, hogy az adózásban futott versenyt ne adjuk föl, az adózásban meglévő előnyünket ne engedjük kivenni a kezünkből. Mint ez a dokumentum is, önök olvashatják itt a harmadik bekezdésben, arra a következtetésre jut, hogy az eurózóna válságát nem tudja kezelni az Európai Unió a 27 tagállam körében. Ennek az az oka, hogy a britek nem támogatják azt a válságkezelési javaslatot, amely eredendően a franciáktól és a németektől származik, és amelyet az eurózóna mind a 17 tagállama egyébként most már oszt. De miután a britek nem támogatják, ezért 27-es körben nem tudjuk kezelni ezt a problémát. Zárójelben jegyzem meg, hogy én érdemi megfontolásra javaslom a magyar parlamentnek a későbbiekben majd azt, hogy vajon látunk-e olyan kivetni valót a brit álláspontban, amit egyébként ne lehetne támogatni, még akkor is, hogyha egyébként ezeket az arányokat nem fogjuk tudni megfordítani. De a brit javaslat, amely arról szól, hogy bizonyos föltételek esetén a 27-ek keretén belül is kezelhető lenne ez a válság, ezt a javaslatot minimum megfontolásra érdemesnek kell minősíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a dokumentum azt is mondja, hogy ha a 27-ek nem tudnak megállapodni, akkor a válságkezelésről, vagyis egy teljesen új, a pénzügyi uniót követő költségvetési unióról 17 tagállam, vagyis azok, akik az eurót használják fizetőeszközként, állapodjon meg. Ez egy vízválasztó az Európai Unió történetében. Ezért is kértem ma szót, mert ez számos komoly kérdést intéz hozzánk is. Lesz tehát egy új szerződés, a dolgok mostani állása szerint 17 eurót használó tagállam körében. Hosszú jogi viták várhatók arról, hogy ezt a megoldást az európai jog, a közösség joga kizárja-e vagy sem. A közbölcsesség a miniszterelnökök csúcsértekezletén az volt, hogy létezik olyan jogi megoldás, amely az Európai Unió fölbontása nélkül lehetőséget ad az eurózóna 17 tagállamának arra, hogy külön szerződést kössön, és csak a 17 államra vonatkozóan létrehozzon egy költségvetési uniót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a harmadik oldalon ennek az uniónak a tartalmáról olvashatnak az új költségvetési paktum címmel. Itt olyan kérdéseket szabályoz a 17 tagállam, amelyek érintik a nemzeti szuverenitás kérdését. A 17 tagállam a saját parlamenti hatásköreiből át kíván adni jelentős döntési lehetőségeket a költségvetési hiány megállapítására. Hogyha a költségvetési hiány megállapítását nem fogadják el a többiek, akkor egy nemzeti költségvetésbe külső erővel bele lehet helyezni passzusokat. Hogyha a szöveg nem megfelelő, akkor az Európai Bíróságnak lehetősége nyílik arra, hogyha kell, akkor joghatályát kiterjesztve a nemzeti parlamentek fölé ilyen kényszerítő döntést hozhasson. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez azt jelenti, hogy az eurózóna tagállamai elszánták magukat arra, hogy a közös pénz után
létrehozzák a költségvetési uniót. Ha jól látom, a költségvetési unió után létrehozzák a szinte teljes gazdasági uniót, és egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy esetleg egy teljes politikai uniót is létre fognak hozni. Ezért a magyar parlamentnek alaposan meg kell gondolnia annak lehetőségét, hogy milyen viszonyt alakítson ki ennek a 17 tagállamnak a közreműködésével létrejött új szerződéshez. Erre majd a végén vissza fogok térni, ez volna mondandóm lényege majd. Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy az önök által is ismert dokumentum harmadik oldalának utolsó mondata az arról szól, hogy akik benne vannak ebben a 17-es körben, azoknak majd be kell számolniuk az állampapír kibocsátási terveikről. Ártatlannak tűnő mondat ez, de súlyos valóságot takar. A dolog az úgy fest, hogy csak a két legnagyobb veszélyben lévő tagállamnak, Spanyolországnak és Olaszországnak a következő évben, 2012-ben összesen mintegy 400 milliárd forintnyi új hitelre van szüksége, 400 milliárd eurónyi új hitelre van szüksége ahhoz, hogy meg tudja újítani a lejáró adósságait. 400 milliárd euróra. Ráadásul ennek nagyobb része, mint egy 250 milliárd, az első fél évben, illetve negyed évben lesz esedékes. Azért akarnak a tagállamok összehangolt államkötvény kibocsátási tervet elfogadni, hogy a piacon ne torlódjanak össze az ajánlatok, és ne egymást gyengítsük a piacra vitt állampapírjainkkal. Ez Magyarország számára is rendkívül fontos körülmény, hiszen Magyarország is a piacról újítja meg lejáró adósságait, és ha nem jó ütembe lépünk ki a piacra, akkor ennek a torlódásnak mi is áldozatai, vagy legalábbis a kellemetlen következmények elszenvedői lehetünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, ha megengedik, arra kérem önöket, hogy lapozzanak a dokumentum végére, ahol azt a bekezdést olvashatják, amely a nem eurózóna tagállamok kérdéséről szól. Tisztelt hölgyeim és uraim, a figyelmükbe ajánlott mondat így hangzik, célkitűzés továbbra is az, hogy a rendelkezéseket a lehető leghamarabb beépítsék az unió szerződéseibe, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és Svédország állam, illetve kormányfői jelezték annak a lehetőségét, hogy adott esetben a parlamentjükkel folytatott konzultációt követően részt vesznek ebben a folyamatban. Ez a mondat azt jelenti, hogy Magyarország itt vázolt kérdésben elfoglalt álláspontját majd a magyar parlamentnek kell kialakítania. Bár volt törekvés, hogy ne mondjam is, annak érdekében, hogy az összegyűlt állam és kormányfők ott helyben, azon melegében csatlakozzanak ehhez a megállapodáshoz, a magyar alkotmányos fölfogás nem engedte meg, hogy ezt a magyar kormányfő megtegye, ugyanis nemzeti szuverenitást érintő kérdésekben parlamenti vita, parlamenti döntés szükséges ahhoz, hogy nemzetközi szintéren nemzeti álláspontot lehessen képviselni. Ebből fakadóan kellő tisztelettel arra szeretném kérni az Európai Uniós Nagybizottságát a magyar parlamentnek, hogy vegye kézbe az országgyűlési viták előkészítését. A kormányra számíthat, a vita előkészítéséhez szükséges minden segítséget meg fogunk adni. Tisztelt hölgyeim és uraim, ennyit a tárgyalásokról. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Kétség kívül olyan időket élünk, amikor nem könnyű tájékozódni, mert szinte minden változik körülöttünk, és elvesznek a korábban biztosnak hitt tájékozódási pontok. Öröknek vélt, vagy legalábbis a rendszerváltás után öröknek vélt igazságok és dogmák dőlnek meg, és egyre több olyan dolog történik, amit korábban senki sem képzelt volna. Tudom, hogy ez sokakban félelmet, bizonytalanságot, sőt reménytelenséget kelt, és gyakran vált ki elkeseredést és dühöt.
Ezért úgy gondolom, hogy most szükség van arra, hogy tisztázzuk és világosan elválasszuk, mi történik valójában körülöttünk, mik a mi céljaink, és mit teszünk azért, hogy elérjük ezeket a célokat ebben a bonyolult helyzetben, amit az előbb próbáltam az önök számára kézzelfoghatóan érthetővé tenni. Ma erre a három kérdésre szeretnék itt röviden válaszolni. Mi történik valójában körülöttünk, mik a mi céljaink, és mit teszünk annak érdekében, hogy a céljainkat elérjük. Először is egy hüvelykúj szabályt ajánlok az önök figyelmébe, egy fő szabályt, amelyet szerintem érdemes betartani, akkor is, hogyha nemzetközi kérdésekről cserélünk eszmét. Szabály úgy hangzik, hogy nekünk a saját magunk és nem mások fejével kell gondolkodnunk. Sokféle véleményt, egymástól eltérő magyarázatot hallhatunk, mindenki mondja a magáét, és ez ilyen nemzetközi vitákban természetes is. Az is természetes, hogy mindenki a saját szempontjai szerint értékeli az eseményeket. Nekünk is ugyanezt kell tennünk, és nem szabad zsákutcába tévedni, nem szabad belemenni abba, hogy mások szempontjai szerint ítéljük meg a dolgokat, mert akkor olyan döntéseket fogunk hozni, amely ugyan mások érdekeit szolgálja, de a mi érdekeinket biztosan nem. Tisztelt ház, ha így tekintünk a mostani helyzetre, akkor látni fogjuk, hogy mi magyarok ma két nagy küzdelemben veszünk részt, és fontos, hogy ezt a két küzdelmet ne keverjük össze. Az egyik, ha úgy tetszik, a mi magunk küzdelme, amit azért folytatunk, hogy a múlt hibáit, leginkább az elmúlt 8 elrontott esztendő hibáit közös erőfeszítésekkel kijavítsuk. Erre kötöttünk szövetséget 2010-ben a választások alkalmával. A másik küzdelem pedig az a harc, amit Európa folytat az euró övezet válságával. Tisztelt képviselőtársaim, az eurózóna válsága nem Magyarország válsága. A 17 európai ország, amelyik a közös pénz az euró használatára tért át az elmúlt 12 évben, most bajban van. A válság az ő fizető eszközük válsága. Ettől még Magyarországot is rosszul, sőt fájdalmasan érinti ez a válság, tehát elemi érdekünk, hogy sikerüljön kilábalni belőle Európának. De nem tőlünk ered, nem mi okoztuk, és nem is mi tudjuk megoldani. Ugyanakkor Magyarország egy olyan ország, ahol a nemzeti össztermék elsöprő része úgy jön létre, hogy a külkereskedelemen keresztül Magyarországon előállított termékeket értékesítünk. Ezért az euróválság egy súlyos nehezítő körülmény abban a küzdelemben, amelyet saját céljaink eléréséért folytatunk. Ezért tisztelt ház, én azt javaslom, hogy továbbra is a saját céljaink jelentsék az egyedüli mércét, ennek alapján értelmezzük azt, ami körülöttünk zajlik. Igaz, hogy nagy szélviharban próbálunk eljutni a célunkhoz, ami azzal járt, hogy az eszközeinket a viharhoz kell igazítanunk, de eközben a célunk nem változhat, és javaslom, hogy a magyar parlament a kitűzött célokon ne is változtasson. Tisztelt ház, a mi célunk világos és egyszerű. Van egy új verseny. Van egy új verseny, és azt mi meg akarjuk nyerni, vagy legalábbis a győztesek közé akarunk tartozni. Azt akarjuk, hogy a válság utáni időkben Magyarország legyen Európa legversenyképesebb gazdasági környezetet biztosító országa. Sokak számára persze kérdés, hallom is őket, hogy ez reális célkitűzése. A mi számunkra, mármint a kormány és a kormány támogató parlamenti többség számára ez nem kérdés, hanem ez maga a cél és egy vállalás. Mi úgy ismerjük a saját hazánkat, mint amelynek megvannak az adottságai, ezt sokszor bizonyította már a történelem során, ezért most is képesek leszünk arra, hogy Európa legversenyképesebb, de legalábbis egyik legversenyképesebb gazdasági rendszerét építsük föl. A legnagyobb az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy vannak akadályok is. Ez nem egy egyszerű akarat kinyilvánítás, nem egy álom, nem egy gondolat, hanem egy komoly vállalás, amelynek az útjába tornyosuló akadályokat el kell hárítanunk. Ezek az akadályok komolyak.
Az legnagyobb akadályt, tisztelt ház, a múlt hibái jelentik. Az irtózatos adósság, amit az előző kormányok halmoztak föl 8 év alatt, a munkanélküliség, ami szintén ebben a korszakban szökött az egekbe, és a nemzetgazdaság általános gyengülése, ami szintén az elmúlt évek következménye. Tisztelt ház, képzeljük el, milyen kellemes helyzetben lennénk, ha most 2002-es szinten lenne az államadósság. Ha az akkori 52% környékén lennénk, jóformán csak a hírekből értesülnénk arról, hogy Európa más részein válság van. Vagy tisztelt ház, képzeljük el azt, hogy 6% alatt van a munkanélküliség úgy, ahogy 2002-ben volt, és képzeljük el, hogy nem élnek közel 600 ezren jövedelempótló támogatásból, amely pénzt az adófizetőknek kell előállítani, ha úgy tetszik, akiket az adófizetők tartanak el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Másfél éve elkezdtük azoknak a hibáknak a kijavítását, amelyek az államadósságot újra termelik és bénítják a gazdaságot. Másfél év alatt új alapokat építettünk, olyan alapokat, amelyeken a magyar gazdaság végre megállhat és megerősödhet. Ezt a megújulást három alapelv mentén valósítjuk meg. Az első a tehermegosztás politikája, amely a közös pénzügyeink rendbetételének terheit szétosztja az állam, az üzleti szféra és a családok között. Ide sorolható a bankadó bevezetése, a multi adónak nevezett valójában minden, nem csak külföldi, de magyar nagycégeket is érintő válságadó kérdése, és a végtörlesztés ügye is. Itt tájékoztam a tisztelt házat arról, hogy a bankszövetséggel folytatott tárgyalások konstruktívak, és a megegyezés irányába haladnak. A második elv, ami mentén az ország átépítése zajlik, az a felerősítés politikája. Azt a középosztályt, amely évek óta a hátán viszi Magyarországot, dolgozik, vállalkozik, két vagy több állást vállal, közben családot tart el és gyermekeket nevel, meg kell erősíteni. Nem csak arról van szó, hogy ez erkölcsileg helyes politika, hanem hogy ez egy hasznos gazdaságpolitika is. Ugyanis erős középosztály nélkül nincs erős gazdaság. Ha a középosztály lecsúszik, lecsúszik Magyarország is. Az is igaz ugyanakkor, hogy alulról nyitott középosztályt szeretnénk, vagyis hogy minél többen tudjanak a szegény sorsú emberek közül csatlakozni, úgy tetszik fölzárkózni a középosztályhoz. Ennek érdekében vezettük be a startmunkát, az arányos adórendszert, a családtámogatást, és indítottuk el az új Széchenyi tervet. A harmadik elv, aminek a mentén ma a céljainkat végrehajtjuk, illetve megpróbáljuk elérni, az az átszervezés politikája. Ezen keresztül magát Magyarországot próbáljuk új vágányra állítani. Kevesebb bürokrácia, észszerűbb területi rendszer, észszerűbben működő egészségügy, színvonalasabb oktatás, rövid, közép és hosszú távú biztonságot egyszerre nyújtó nyugdíjrendszer, felzárkóztató és a potyázókat kiszűrő szociális rendszer, gyorsabb és elismertebb igazságszolgáltatás. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A megújulás eddigi eredményei kézzel foghatóak. Magyarország ma megáll a maga lábán, 3% alatti a hiány, csökkenő az államadósság, az adós rabszolgaságból pedig 10, illetve 100 ezrek szabadulnak ki, és ha lassan is, de apad a munkanélküliség. A bérek és a nyugdíjak értékét sikerül megőrizni, miközben más országokban mindez durván csökken. Az európai válság negatív, ha úgy tetszik, lassító hatása éppen az, hogy a sikeres erőfeszítéseinknek köszönhetően ma még annak kell örülnünk, hogy állunk a saját lábunkon, és nem annak, hogy egyre jobban élünk. A megújulás eredményei ugyan megvédenek minket attól, hogy Görögország sorsára jussunk, és jó alapot teremtenek a válság utáni idők fejlődéséhez, ahhoz azonban, hogy mindenki közvetlenül érezze egy kedvezőtlen európai közegben a javulást, a válság viharai közepette még nagyon sok erőfeszítésre lesz szükségünk. Tisztelt képviselőtársaim! A harmadik nagy kérdés ezek után, hogy mi a stratégiánk,
ahogy mondani szokták, vagyis hogyan, milyen eszközökön keresztül akarjuk elérni a céljainkat. Hullámverésben a remegő kezű kormányos nem jó előjel. A legfontosabb tehát ma a nyugodt és biztos kéz. Annak a politikai egységnek, annak a nemzeti összefogásnak a fönntartása, amely 2010-ben megadta Magyarország számára a kétharmados lehetőséget, hogy a bajokat elháríthassuk és a hibákat kijavíthassuk. A céljaink stabilak, az alapjaink erősek. Kapkodásra tehát semmi okunk. Kalandokra pedig, akármilyen nyomás is nehezedik ránk, nincs szükségünk. Körülöttünk a világ számtalan bizonytalanság forrása. Az elmúlt sűrű napokban új helyzet jött létre, és megváltoztak a jövőre vonatkozó kilátások is. Hiába mondta korábban az időjárás jelentés, hogy kellemes idő várható, vagyis Európa kifelé megy a válságból. Hiába tűnt ez reális erőjelzésnek, ha most azt tapasztaljuk, hogy orkán erejű szél fúj és villámlik. Ilyen időben elő kell venni a viharkabátot. Az eurózóna válsága, beszéljünk egyenesen, hosszabbnak ígérkezik, mint azt eddig mondták. Ez eddig csak föltételezés volt, most már bizonyos. Bizonyos, mert az európai miniszterelnöki csúcstalálkozón a gyors válságkezelés eszközeit elvetették a miniszterelnökök. Úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák azokat az eszközöket, kétségkívül kockázatos eszközöket, amelyekkel az eurózóna válsága rövid időn belül és gyorsan kezelhető lett volna. Ez azt jelenti, hogy nem fognak kibocsátani eurókötvényeket. Ez azt jelenti, hogy az Európai Központi Bank nem fog közvetlenül az elsődleges piacon, ahogy mondják, állampapírokat vásárolni. Ez azt is jelenti, hogy nem adnak össze elegendő pénzt ahhoz, amely megnyugtatná a piacokat a későbbi bajok esetére. Kitartanak a korábbi 500 milliárd eurós válságalapnál, és legfeljebb a Nemzetközi Valuta Alapnak hajlandóak az eurózóna tagállamai mintegy 200 milliárd eurónyi kölcsönt adni, hogy azt újabb kölcsönök formájában a bajba jutott államokhoz a Nemzetközi Valuta Alap kihelyezhesse. Ezért bármennyire is szeretném önöknek az ellenkezőjét mondani. Bármennyire is azt szeretném, ha nem lenne igazam. A dolog úgy áll, hogy a jövő év, különösen annak első fele viharos lesz Európában, és bizony viharos lesz nekünk is. Tisztelt Ház! Okosan és körültekintően kell fölkészülnünk erre a helyzetre. Most különösen nyilvánvaló a számomra, hogy helyes volt, hogy 2012-re országvédelmi költségvetést készítettünk. De ezt most újabb elemekkel ki kell egészítenünk. Csökkenteni kell a növekedési előrejelzéseket, és az európai, azon belül is elsősorban a német gazdaság növekedési lehetőségeihez kell igazítanunk. Ezentúl pedig magasabb euró-forint árfolyammal kell számolnunk, mint ahogy azt korábban remélhettük. Közben az euróválsággal szembeni védekezés részeként pénzügyi védőhálót is kell feszíteni, és erre ma nem tudok jobb megoldást ajánlani önöknek, mint az IMF-fel kötött új típusú biztonsági megállapodást. Egyúttal tájékoztatom önöket arról, hogy Fellegi Tamás a jövőben tárca nélküli miniszterként irányítja a Nemzetközi Valuta Alappal folytatott tárgyalásokat. Emellett, tisztelt Ház, hölgyeim és uraim, meg kell indítani az új növekedési akciótervet is, amelynek összeállítási munkálatait Matolcsy György miniszter úr vezeti, és reményem, mi is ilyen lelkesek vagyunk, és hasonló reményekkel nézünk a jövőbe. És remélem, hogy ezt a növekedési akciótervet minél hamarabb a tisztelt ház asztalára tehetem. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt hölgyeim és uraim, a feladat világos, az akadályok jól láthatóak, a céljaink biztosak, egyetlen feladat van hátra, a munkát biztos és erős kézzel el kell végeznünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tisztelt ház! Most a házbizottság korábbi állásfoglalásának megfelelően miniszterelnök úr által elhasznált időre tekintettel a frakcióknak 8-8 perces időkeretben nyílik mód a válaszadásra. Elsőként Schiffer András frakcióvezető úr jelentkezett, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr. A miniszterelnöki leltárból elmaradt az, hogy elbukott az államadósság elleni szabadságharc, kifelejtette a leltárból azt, hogy az egykulcsos adó miatt megbukott a költségvetésük, és kifelejtette a leltárból azt, hogy elbukott az a harc is, amit a 10 év alatt 1 millió új munkahelyért indítottak. Nem sikerült új válságálló munkahelyeket teremteni az elsődleges munkaerőpiacon Magyarországon. Tisztelt miniszterelnök úr! Az elmúlt napok szereplései alapján nekem az jutott az eszembe, hogyha valaki berúgja a kocsma ajtót, majd az ott lévő közönséget elkezdi provokálni, és utána az első pofon után elszalad, akkor a nevetségességet kockáztatja. Tisztelt miniszterelnök úr! A politikai memorandum, amiről a vita folyt Brüsszelben, tartalmaz egyrészt egy adósságszabályt, aminél ön az alaptörvényben szigorúbbat vállalt. Másfelől kétségtelen, hogy a következő hónapokban az lesz a magyar kormánynak a feladata és a felelőssége, hogy olyan pozícióba manőverezze Magyarországot, hogy ne kelljen egy fiskális kényszerzubbonyt viselnie Magyarországnak. A következő hónapoknak az lesz a feladata, és ezt már elmondtuk a magyar parlamentben, elmondták az európai zöldek az európai parlamentben, hogy szükség van arra, hogy az Európai Uniót, az alapszerződést új alapokra helyezzük. A Merkel-Sárközi levél alapján van esély arra, hogy a szerződés módosítás alkalmas legyen a spekulatív kapitalizmus megfékezésére. Van esély arra, hogy a spekulatív gazdaság megfékezésére kemény szabályokat hozzon az Európai Unió. Ehhez képest meglepő az, hogy volt néhány óra, amikor ön David Cameron oldalára állt, miközben a britek a londoni City érdekeit védték. Ön David Cameron mellé kíván állni, és ezzel kívánja a spekulatív gazdaság és a bankárok érdekeit védelmezni. Tisztelt miniszterelnök úr! Magyarországnak a szorult helyzetét kár az Európai Unióra fogni. Kétségtelen, hogy önök nehéz örökséget kaptak. Önöknek ugyanakkor volt egy történelmi esélyük, hogy a magyar gazdaság fejlődést 20 év bolyongása és 20 év elhibázott gazdaságpolitikája után új pályára állítsák. A magyar növekedést az erőltetett adósság pálya vágta haza. A térségbeli devizák közül az utóbbi időszakban a magyar forint gyengült a legjobban. Tisztelt képviselőtársaim, a mi frakciónk vállalja azt, hogy azok között, a Fidesz képviselők között, akik meggyőzik azokat a polgárokat, akik euróban vannak eladósodva, elmagyarázzák nekik, hogy az euróválság miatt és nem a forintválság miatt növekednek a törlesztő részletek, ezek között, a Fidesz képviselők között mi Azori-szigeteki nyaralást fogunk kisorsolni. Tisztelt miniszterelnök úr! Helyes az, hogy ön a szuverenitásra hivatkozott, és valóban, akkor, amikor a szuverenitás forog kockán, valóban ki kell kérni a magyar parlament véleményét. Csak, miniszterelnök úr, két dologra szeretném emlékeztetni. Az egyik, hogy közös költségvetési politikáról beszélünk akkor is, amikor a félperiféria, kelet- és dél-európai országok támogatást várnak az Európai Uniótól. És szuverenitás kérdése az is, amikor az Európai Bizottság akadályozta meg több esetben az elmúlt 10 évben azt, hogy önök, vagy éppen az álbaloldali kormányok a szolgáltatások liberalizációjában engedjenek a WTO, a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet nyomásának. Az Európai Bizottság akadályozta azt meg, hogy az oktatás vagy az egészségügy liberalizációja tekintetében Magyarország messzebb menjen, mint az Európai Unió. Miniszterelnök úr, viszont, hogy a szuverenitásról beszélünk, beszélnünk kell arról is, hogy a szuverenitás nem az öné, nem a Fidesz-KDNP kétharmadjáé, hanem a népé. Ha a népé a szuverenitás, akkor önöknek nincsen joguk arra, hogy elvegyék az emberek választási szabadságát, hogy a következő választáson új gazdaságpolitikát válasszanak. Akkor, amikor önök a pénzügyi stabilitási törvénybe kívánják bebetonozni a megbukott egykulcsos adórendszert, a népszuverenitást sértik meg, elveszik az emberektől a jogot, hogy új gazdaságpolitikát válasszanak. Elveszik az emberektől azt a jogot, hogyha úgy érzik, hogy rosszabbul élnek, mint korábban, akkor ezen a helyzeten változtathassanak. Tisztelt miniszterelnök úr! Magyarország
nem akkor lesz versenyképes, hogyha a magyar emberek jövőre kevesebb pénzért többet fognak dolgozni. Nem a kiszolgáltatottság növelése árán lehet versenyképességet fokozni. Akkor, hogyha egy országban kiszámítható jogrend van, hogyha sem a nyugdíjasoknak, sem a befektetőknek nem kell attól félni, hogy holnap a kétharmados többség a vagyonukra ráteszi a kezét, akkor, hogyha nem egy vasvillával összehány szénakazarra emlékeztet a jogrendszer, ahol zárószavazás előtti módosítókkal bombázzák szét az egyes szektorokat, akkor versenyképes egy ország. Nekünk abban kell versenyezni, hogy Magyarországon nagyobb jogbiztonság uralkodjon, mint a térségbeli országokban. Itt rosszul állunk. Rosszul állunk akkor is, amikor önök a választási ígéreteikkel és a kormányprogrammal szembe menve tovább bonyolítják az adórendszert, új kisadókat vezetnek be, és teljesen elbizonytalanítják a hazai kis- és középvállalkozói szektort. Miniszterelnök úr, ön bejelentette a költségvetés újratervezését. Mi hetekkel ezelőtt követeltük már, hogy nyújtsanak be egy új költségvetést. Tarthatatlan volt eleve az a GDP növekedési szám, amire önök ezt a költségvetést tervezték. Miniszterelnök úr, ebben a helyzetben szükség lenne arra, hogy ön hívjon össze egy nemzeti válságtanácsot, és az IMF tárgyalások stratégiájában törekedjen egy valódi nemzeti együttműködésre, egy nemzeti minimumra a munkáltatói, munkavállalói oldal, a kormányzat és a parlamenti pártok között. A másik mellőzhetetlen körülmény, hogy ne csak Fellegi Tamás, hanem Matolcsy György is legyen tárca nélkül. Ha ezt ön nem lépi meg, akkor az a helyzet, hogy az egész csőttömegnek a politikai felelősségét önnek kell vállalni. Megbukott az a gazdaságpolitika, amit itt ön tavaly júniusban, nem tévedés júniusban, nem a kormányprogram vitájában elindított. A kérdés az, hogy ezért kiviszi el a balhét. Az elmúlt években önök kommunikációs trükkök százaival próbálták eltakarni a politikai program hiányát. Ezért jutott ide Magyarország. Önök eljátszották az esélyt tavaly nyáron, hogy Magyarországot új gazdaságpolitikai pályára állítsák. Azért vagyunk bajban, mert önök végig hazudták az elmúlt másfél-két évet, pontosan tudták, hogy amit mondanak, az nem igaz. Most Vona Gábor, frakcióvezető úr, következik a Jobbik részéről, parancsoljon figyelmet és higgadságot kérek. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés! Az ilyen kritikus szituációk mindig lehetőséget teremtenek arra, hogy tükörben nézzen mindenki. Miközben a miniszterelnök úr valóban ezekről a súlyos kérdésekről beszélt, én hát vettem a bátorságot és néha átpillantottam a szocialista képviselőkre, és hát ők is ebben a tükörben megmutatták önmagukat. Talán utoljára akkor voltak ilyen boldogok, amikor még egyik kezükben virslivel, másik kezükben vörös csillagos zászlóval lengetettek Kádár elvtársnak. Annyira boldogok voltak, szinte örültek annak a lehetőségnek, hogy végre Magyarországot ismét nehéz helyzetben láthatják. Deja vu érzésem volt egyébként az MSZP nyilatkozatait illetően az elmúlt napokban is, amikor a lisszaboni szerződés kapcsán az önök miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc ugye elsőként, eminens diáként iratta alá az országgyűlésre a lisszaboni szerződést, önök is itt sündörögtek akkor, akkor éreztem ugyanezt az aláírási kényszert, hogyha valamit az orrunk alá dugnak, önök már azonnal szeretnék aláírni, ilyenfajta kényszerrel küszködnek önök. Önökben még egyszer sem merült fel az ötlet, egyszer sem merült fel a kétely, hogy nemzeti érdeket is lehetne esetleg képviselni egy nemzetközi ügy kapcsán. Megkérdezem önöktől. Önökben föl sem merült az a kérdés, hogyha ezt a szerződést aláírjuk, amit önök azonnal szerettek volna aláírni, az brutális megszorításokat fog jelenteni a magyar társadalom számára? Önökben föl sem merült a kérdés, hogy ez a szerződést aláírjuk, akkor Magyarország szuverenitása, a még megmaradt szuverenitását is el fogjuk veszíteni? Önöknek, látom most ez nagyon felháborítja önöket, de hát ilyen a tükör az ember, hogyha torz az arc, akkor torznak látja magát benne. Önökben mindig az a helyzet merül fel, mindig az az elképzelés, hogy annál jobb nekünk, minél rosszabb az ország. Na, megint ezt látom az önök politikáján. Megint ezt látom az önök politikáján, és önöknek egy dolog számít, nyugodtan mondjuk ki, mindenki tudja ezt egyébként az országban, de jó, ha elhangzik, önöknek egy dolog számít, hogy abba a hatalomba minél hamarabb téressenek vissza, amely hatalomból egyébként önök 8 éven keresztül ezt az országot teljesen tönkreverték. Ha
Ha lehet kritizálni a miniszterelnököt ebben a helyzetben, mert egyébként kell, akkor pont nem azzal kell kritizálni, mivel önök kritizálták. Pont nem azzal, hogy miért nem írta alá első szóra, hanem azért kell, hogy miért nem volt sokkal következetesebb annak az álláspontnak a képviseletében, hogy Magyarország szuverenitását meg kell őrizni. Ez az, amit kritika tárgyként a miniszterelnök szemére kell és lehet vetni. Az elmúlt hét különféle cikkszakai, ami a kormányzati kommunikáció és cselekvés kapcsán megnyilvánult, ennek kapcsán azt kell, hogy mondjam, miniszterelnök úr, hogy ugyanúgy sikerült ez az elmúlt hét és az elmúlt hétvége, mint az elmúlt másfél év. Sok hűhó semmiért. Ugye kivetjük a bankadót, kivetjük a különadókat, aztán azok szépen tovább terelik a magyar társadalomra. Azt ígérjük, hogy a devizahiteleseknek minden részét, társadalmi csoportját igyekszünk megvédeni, megóvni, eközben ugyan egy szűk rétegen segítünk pont azokon, akiknek a legkevésbé volt rászorulva erre a segítségre, de a többség pedig még rosszabb helyzetbe kerül. Az egész politikánkat, megtakarításainkat feláldozzuk az államadóság csökkentésének oltárán, miközben az államadóság rövidesen visszanő. Az ajtón kitessékeljük az IMF-et, legalábbis látszólag, aztán az ablakon az IMF kétszer nagyobb méretben tér vissza. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, miniszterelnök úr, azt kell, hogy mondjam, sok hűhó semmiért. És ha már a felelősség is szóba került, itt egy zárójelet hadd nyissak. Az ön beszédében mindig arra hivatkozott, hogy hát az elmúlt 8 évnek az öröksége, az eurozóna válsága, ezek igazak. De azt is mondjuk ki, ezt is el kell mondani az ország közvéleménye előtt, hogy ennek a válságnak, ennek a jelenlegi helyzetnek, ami most kialakult, hármas felelőssége van. Igen, az itt ülő szocialisták nagyban felelősek azért, hogy ilyen helyzetben van Magyarország. Felelős érte az eurozóna válsága is, de felelős érte, miniszterelnök úr, az önkormánya is. Az elmúlt másfél politikai hibáival, az államadósság szolgálat beteges törlesztési vágyával. És hogyha mi valóban miniszterelnök úrnak abban a mondatában kapaszkodunk, hogy itt a nemzeti szuverenitásunkat el fogják venni, vagy legalábbis annak nagy részét megcsorbítják, ezt ön mondta, miniszterelnök úr, és akkor kapaszkodjunk ebbe a mondatba, akkor én azt kérem öntől, miniszterelnök úr, hogy a vitát ne csak imitáljuk, ne csak játsszuk el a vitát, mert amire most itt ön készül, majd a parlament erről dönteni fog, ez a vitának az imitálása. Lesz itt olyan szituáció, hogy ezek a képviselők itt majd önnek ellen mernek mondani, megmernek majd ők más véleményt fogalmazni, mint ami az öné. Nem fognak megfogalmazni ilyen véleményt, azt fogják képviselni, amit ön kér tőlük. Ezt az elmúlt másfél év bebizonyította. Tehát ha valóban érdemi vitát akarunk, és szükség volna az érdemi vitára, nem a mismásolásra, akkor egyetlen egy lehetőségünk maradt, egyetlen egy észszerű és helyes magatartás ebben a helyzetben, ha a magyar társadalomhoz fordulunk. Ezt ön rendszeresen el szokta mondani, hát itt a nagyszerű alkalom, itt a történelmi lehetőség, és itt a szükség is, írjunk ki népszavazást erről a kérdésről. A magyar politika amúgy is adósa, sokszorosan adósa a magyar társadalomnak abban a kérdésben, hogy hogyan akarnak a magyar emberek, a magyar társadalom viszonyulni az Európai Unióhoz. És itt mi parlamenti képviselők, semmelyikünk sem miniszterelnök úr, sem ön, sem én, de senki más itt a parlamentben nem kapott felhatalmazást arra 2010 áprilisában, hogy erről a kérdésről döntsön. Abban a pillanatban ez a kérdés a magyar társadalom számára nem létezett. Tehát ha valóban komolyan gondoljuk a vitát, ha valóban nem csak el akarjuk játszani ezt, demokráciásat akarunk játszani, hanem valóban komolyan gondoljuk, akkor egyetlen egy helyes magatartás van, és ez a népszavazás kiírása. És itt nem lehet semmiféle formai vagy technikai kifogásokat tenni, és pláne nem lehet tartalmi kifogásokat tenni a népszavazás kiírásával kapcsolatban. Ha a nagy-britanniai álláspont megfontolását fontosnak tartja a miniszterelnök úr, akkor kérem, hogy Magyarország egyik parlamenti pártjának is a véleményét is tartsa megfontolásra méltónak. A Jobbik álláspontja ebben a kérdésben egyértelmű. Jobbik azt mondja, és egyébként ez nem most derült ki számunkra, miniszterelnök úr, már a lisszaboni szerződés is ebbe az irányba mutatott, azért ne játsszuk el, hogy a hirtelen most döbbentünk volna rá, hogy mi készül Európában. Egyértelmű volt, az Európai Unió Európai Egyesült Államokká akar alakulni. Ez már évek óta nyilvánvaló volt, vagy legalábbis a számunkra. És a Jobbik álláspontja a következő: Magyarország nem csatlakozhat a fiskális, költségvetési és majdani politikai unióhoz. Az Európai Egyesült Államok útja nem magyar út. Ez egy nem magyar út. És pláne most nem az. Hát úgy nézzünk ki itt ebben az országgyűlésben, mintha egy süllyedő hajóra kérnénk fölfételt. Levágjuk kezünket, lábunkat, még meg is szorítjuk saját magunkat, és kérünk egy szíves felvételt a süllyedő hajóra. Ez van most. Én azt elfogadom, miniszterelnök úr, és én is vallom, nincs jó megoldás. Az, amit a Jobbik képvisel, hogy maradjunk ki ebből, hogy őrizzük meg a szuverenitásunkat, ez egy hihetetlenül kockázatos út. Ezt elismerem. Nagyon kockázatos. De a betagozódás, a szuverenitásunk feladása, az nem csak kockázatos, az egyenesen rossz út. Ott nem Schallert meg Kokit fogunk kapni, hanem agyon fogják verni Magyarországot. El fogják venni Magyarországnak még megmaradt szuverenitását is. És ha
betagozódást megnézzük, ha a szuverenitásunk feladását megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ez óriási megszorításokat fog okozni rövid távon. A strukturális hiány 0,5% alá szorítása, az több száz milliárdos megszorítást fog jelenteni Magyarországnak. Ezzel kellene például a szocialista képviselőknek is szembesíteni magunkat és a magyar társadalmat. Nem viharkabátot kell fölvennünk, miniszterelnök úr. Kényszer zubbonyt akarnak ránk húzni. Erről van szó. És még egy dolog, ami nagyon fontos. Ha belépünk ebbe a vonalba, akkor két kijárat lehet. Mind a kettő, vagy két zsákutca lehet csak. Az egyik, hogy nem sikerül, és én ezt tartom valószínűnek, nem fog sikerülni ez az európai menedzselés. És akkor értelmetlenül megszorítottuk megint a magyar társadalmat. Ha pedig sikerül, ha pedig Európa talpra áll, ez jó hír Franciaországnak, jó hír Németországnak. De nem jó ír Magyarországnak, mert el fogjuk veszíteni a szuverenitásunkat. Cselédszoba leszünk az Európai Egyesült Államokban, ezt nem akarhatja, miniszterelnök úr, de ezt nem én döntöm el, és nem ön, dönts el a nép egy népszavazás keretében. Köszönöm a figyelmet. Most Mesterházi Attila frakcióvezető úr következik az MSZP részéről, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Miniszterelnök úr, ön nagyon határozott és világos álláspontot képviselt Brüsszelben, nem, talán, igen. Éppen ezért nagyon helyes, hogyha ezután a világos és határozott és egyértelmű álláspont után megkérdezi a parlamentnek az álláspontját és véleményét. De hogyha jól értettem a szavait, akkor ön a parlament álláspontjára kíváncsi, és nem pedig a saját frakciójának az álláspontjára, és ha ez így van, akkor egészen biztosan oda fog figyelni a vita során az ellenzéki képviselők által elmondottakra is. Erre azért is szükség lenne, mert az elmúlt időszakban is jót tett volna a kormány tevékenységének, a Fidesz frakció munkájának, hogyha odafigyeltek volna arra, hogy mit mond az ellenzék, hiszen talán akkor például a munkatörvénykönyvével kapcsolatban, a köznevelési törvénnyel kapcsolatban, vagy éppen a költségvetéssel kapcsolatban lehetett volna jobb törvényeket hozni, és hatékonyabb eredményt elérni. Éppen ezért a mai nap mi beadtunk egy országgyűlési határozat tervezetet, amiről reményeink szerint a ház tud vitát folytatni. Én kérem elnök urat, hogy a Fidesz frakció támogassa ezt a határozati javaslatot. Ennek a lényege pontosan az, amiről miniszterelnök úr is beszélt, és arra kéri, kötelezi a kormányt, hogy december 23-áig egy jelentést terjesszen az országgyűlés elé, hogy a kormánynak mi a pontos pozíciója az imént említett kérdéskörrel kapcsolatban, hogy legyen miről vitatkozni. Ön miniszterelnök úr szerintem téved, amikor azt mondja, hogy az Európai Unió, az eurozóna válság az valami olyasmi, ami bennünket nem érint, tőlünk távol van, és nincs hozzá közünk, még akkor is, hogyha hat ránk. Én azt gondolom, hogy igenis, mi is az Európai Unió része vagyunk, éppen ezért a magyar kormánynak ügyes politikával van lehetősége befolyásolni azt, hogy mi történik, milyen megoldásokat találunk. Ehhez természetesen nem egy különutas politikára van szükség, hanem sokkal inkább együttműködésre, hogy ne csak elviselni legyünk kénytelenek azokat a döntéseket, amik az Európai Unióban meghozásra kerülnek. Ön azt mondta, hogy tulajdonképpen a magyarországi problémák azok két okból táplálkoznak, az egyik az eurozóna válsága, a másik pedig természetesen, figyelte, most csak a 20. percnél jutottunk el idáig, egész hosszú ideig kibírta a miniszterelnök úr, természetesen a volt szocialista kormányoknak a tevékenysége. Azt nem pontosan értem, miniszterelnök úr, hogy akkor Orbán miniszterelnök úr 2010. július 24-én az ATV-ben egy interjúban a következőket mondta, és Magyarország, még egyszer mondom, a magyar gazdaság és különösen a magyar pénzügyi mutatók, azok az Európai Unió legtöbb államánál sokkal jobb állapotban vannak. Még a legfájóbb dolog az államadósság mértéke, amely olyan 80% körül van, és szerintem nagyon magas, még az is csak egy európai középmező. Az európai gazdaságok körében a magyar gazdaság pozíciója jelenleg jó. A magyar gazdaság teljesítménye európai mércével nem csak hogy megbízható, hanem kifejezetten vonzó üzleti lehetőség. Ezek az ön szava volt, Kálmán Olga szerkesztőasszonynak mondta ezeket. Most értem, hogy megpróbálja úgy beállítani, mint hogyha mindenért az előző kormány lenne felelős, de miniszterelnök úr, akkor ön tévedne. Ez egy nagyon téves diagnózis volna, és hogyha nem jó a diagnózis, akkor nagyon nehéz orvosolni is a problémát. Márpedig most, miniszterelnök úr, az ország olyan helyzetben van, hogy ha valamikor nem, most egészen biztosan nem engedheti meg magának, hogy tévedjen. Az, amilyen helyzetben van az ország, az nagymértékben az ön téves, nem ortodox, magyar utas, külön utas, mindegy, hogy hogyan hívjuk, gazdaságpolitikájának az egyenes következménye. Éppen ezért a bajok legfőbb oka az az,
hogy ön nem megfelelő politikát választott, nem megfelelő politikát képvisel a miniszterével egyetemben. Éppen ezért ezen kell radikálisan változtatni ahhoz, hogy Magyarországot a csődtől vissza tudjuk rántani, mert hogyha ezen az úton halad tovább, akkor egyre inkább belemegy a zsákutcába Magyarország, és ebből a zsákutcából egyre nehezebb lesz visszajönni, egyre több áldozatot kell vállalniuk a magyar embereknek, és ennek a tévedésnek az árát végső soron, ennek a dilentantizmusnak az árát a magyar adófizetők fogják megfizetni. Éppen ezért azt vártam volna a mai beszédétől, miniszterelnök úr, hogy felhasználja ezt az alkalmat, és valóban újra gondolja ezt a téves és dilettáns gazdaságpolitikát. Az én meglátásom szerint miniszterelnök úr nem azért mondott nemet első nekifutásra zavarában, vagy határozottságában ott csütörtök éjszaka ezen a tanácskozáson, amit manapság mond, hogy a szuverenitást féltette. Szerintem ő nem a szuverenitást féltette, hanem pontosan felmérte azt, hogy ha ehhez a szerződéshez csatlakozunk, akkor befellegzett ennek a különutas, nem ortodox gazdaságpolitikának, be kell fejezni a szabadságharcot is, be kell fejezni a különutat és a hazárdírozást is. Ezért ő nem a szuverenitásunkat féltette, még egyszer hadd ismételjem, hanem az, hogy azt a téves politikát kell befejezni, amire a politikáját építette, hiszen ha ezt beismerné, akkor egészen biztosan nem önnek kellene vezetni továbbra a Fidesz kormányát, hanem egy új miniszterelnöknek, aki hitelesebben tudja ezt a politikai fordulatot végrehajtani. És ezt egyébként mondanám Zázrivec Gábor képviselőtársamnak is, hogy a miniszterelnök az nem a szuverenitásunkat féltette, még egyszer mondom, hanem sokkal inkább azt, hogy a saját politikáját nem tudja tovább képviselni. Én azt gondolom, és mi többen úgy gondoljuk ebben az országban, hogy ennek a politikának a befejezése az nem csak hogy kívánatos volna, hanem kimondott nemzeti érdek lenne, miniszterelnök úr. És azt gondolom, hogy ez lett volna az a történelmi pillanat, amikor önnek lehetősége lett volna még talán jó időpontban változtatni a politikán, hiszen szerintem sem Magyarországon, sem Európában senki nem gondolja úgy, hogy Sarkozy, Merkel köztársasági elnök úr kevésbé féltené Franciaország vagy Németországnak a szuverenitását. Olyan konzervatív politikusoknak ismertük meg őket, akik igenis odafigyelnek az országuk szuverenitására. Nagyon kényesek is rá, éppen ezért egészen biztosan mérlegelték azt, hogy mi mit hoz és mi mit jelent, hogyha egy ilyen kezdeményezéssel élnek. A mostani helyzet az egyértelműen arról szól, és ezt kéne mindannyiunknak látni, remélem a vitában majd lesz lehetőség erről még beszélni, hogy az Európai Unió meg tud-e maradni a világgazdaság egyik legfontosabb pillére, hogy tudja őrizni stabilitását, növekedését, versenyképességét. És én azt hiszem, abban vagyok egészen biztos, hogy ez magyar nemzeti érdek, hogy ez így legyen, és éppen ezért érdemes áldozatokat is hozni. Az Európai Unió a megalakulása óta úgy működik, hogy minden ország a szuverenitásából egy kis darabkát betesz a közösbe, majd utána közös sáfárkodás kezdődik ezzel a kis szuverenitás darabkákkal. Éppen ezért egy kis ország így tudja befolyásolni a döntéseket, így tudja a nemzeti érdekét hatékonyan képviselni. És a fiskális unió irányába tett lépések, miniszterelnök úr, egészen biztosan olyan lépések, amelyeken Magyarország közép és hosszú távon nyerni tud, ezért támogatjuk azt, hogy Magyarország csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. És az még fontos lenne, miniszterelnök, hogyha pontosítaná a brit álláspont figyelemünkbe ajánlásakor, hogy ez vajon arról szól-e, hogy elmondja, hogy mit jelent az, ha Magyarország kimarad ebből a kezdeményezésből. Mert csak akkor lehet értelmezni a szuverenitás korlátozásának a kérdését, hogyha arra is választott, hogy mi történik akkor, ha kimaradunk ebből. Miniszterelnök úr, itt volt a lehetőség, hogy változtasson, nem tette meg, mostantól kezdve viszont hozzáértő cselekvésre lenne szükség. Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmet. A frakcióvezető úr felszólását, ha jól figyeltem, akkor elkövetett egy hibát, amit szerintem szükségtelenül tett. Nem csak az állam szuverenitását kell tiszteletben tartani, hanem a képviselőtársainak azt a szuverenitását is, hogy olyan nevet használjanak, amilyet akarnak. Úgyhogy ha szabad kérnem a továbbiakban a képviselőtársaimat, a személyes kedvés ezen fokától távolodjanak el. Harag Péter úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház!
Európa és Magyarország kapcsolata nem most kezdődött. 1000 éves hagyománya van ennek a kapcsolatnak, és amikor Szent István Európába vezette az országot, akkor egy egységes Európával találkoztunk. Ez az egység sokkal inkább megvolt, mint most, hiszen akkor egy kulturális egységről volt szó, ma viszont gazdasági és pénzügyi érdekek mentén megvalósuló egységről. Ma kulturális egység nincs Európában, és valószínűleg itt kell keresnünk a problémája gyökerét is. Amikor egység volt, kulturális egység Európában, akkor a normák általánosan elfogadottak voltak, elsősorban az emberi méltóság és a közösségek szerepe, fontossága. Amikor viszont megjelent az individualizmus eszméje és a profit maximálás mindent felülmúló szempontja, akkor ez a kulturális egység felborult, és elkezdődtek azok a problémák, amiket ma látunk. A mai pénzügyi válságnak is ez a kulturális válság az alapja. Miniszterelnök úr döntése, amit az európai csúcs alkalmával meghozott, két okból is helyes volt. Egyrészt a parlamentnek kell döntenie ilyen nagy jelentőségű kérdésekben, másrészt elment addig, amíg az adott körülmények között a nemzeti szuverenitás védelmében el lehetett menni. Ilyen helyzetben a bölcsesség egy követelmény. Viszont azt halljuk a reakciókból, a durva kioktatásokból egyrészt azok részéről, akik annak idején hanyathomlok rohantak, hogy elébe menjenek a nemzetközi elvárásoknak, vagy azon túl is azokat túl is teljesítsék, hogy tanácsokat adnak most, és szeretnék kioktatni a döntéshozókat. Másrészt olyan demagóg véleményeket hallunk, amely hivatkozik a népszavazásra. Én úgy gondolom, hogy a nép már szavazott, és a szavazatával egy döntésképes politikai erőt támogatott. Arról nem is beszélve, hogy a népszavazás válasza már elkésett válasz lenne, hiszen régen választ kellett volna adni már azokra a kérdésekre, amik akkor születnek meg egy ilyen hosszú folyamat során, amik már akkor idejét múltak is lehetnek. Nem nagyon értem a nemzeti válság tanács gondolatát, hiszen a parlamentnél jobb nemzeti válság tanács nem létezik, és a nagybizottság előkészítésében ez a válasz a parlament döntésével azt hiszem, hogy messze hitelesebb, mint egy ilyen válság tanácsé. És hát, hogy mit jelent a zöld gazdaság, azt még nem sikerült kifejtenie annak támogató pártjától. Egy szóval úgy tűnik, hogy a durva ellenzéki támadások, ezeknek a durvasága arányban van a megtámadott és a támadó politikai képességei közötti különbségeknek. Köszönöm szépen. Most Lázár János frakcióvezető úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt képviselőtársaim! A Fidesz Magyar Polgári Szövetség parlamenti képviselőcsoportja támogatja és helyesnek gondolja azt, amit miniszterelnök úr Brüsszelben az elmúlt hétvégén tett. És ez a meggyőződésünk nem változik meg Mesterházi Attila képviselőtársam felszólalása ellenére sem, aki mindenféle megbeszélés, tárgyalás, egyeztetés, esetleg néhány ember véleményének a kikérése nélkül azt mondta, hogy mindenféle megállapodáshoz azonnal kell csatlakoznunk, amit én fölháborútónak, meggondolatlannak és az ország számára káros álláspontnak tartok, Mesterházi képviselőtársam. Tisztelt képviselőtársaim! Azért is furcsa Mesterházi képviselőtársam álláspontja, mert azt reméltem, hogy ha más nem életkoránál fogva, már képes elszakadni a párton belüli elődjeitől,
például képes lenne belátni azt, hogy a szocialista pártnak van bőven miért szerénynek lennie ezekben a kérdésekben, hiszen önök 2008-ban csődbe vitték ezt az országot, talpra lefektették teljes egészén a földre ezt az országot, másrészt pedig 2010-ben lényegében csődben adták át ezt az országot. Ezek után sokkal nagyobb szerénységgel kellene napirend előtti felszólalást tartani a képviselőtársam. Tekintettel arra, hogy az elmúlt másfél év lényegében két dologról szólt. Az elmúlt másfél év szólt arról, hogy az önök után megmaradt disznólat kitakarítsa ez a kormány, ezt vette, erre használta fel az időt, és ezt a munkát végezte el. Másrészt, tisztelt képviselőtársam, szólt arról a másfél esztendő, ami talán Schiffer képviselőtársamnak is kellő válasz, és Vona Gábor képviselőtársamat is megnyugtatja, hogyha a kormány nem ezt a gazdaságpolitikát folytatja, akkor most Görögország helyzetében lennénk, és meg se kérdezték volna a véleményünket, meg se hívtak volna Brüsszelben, és ma nem lett volna miről napirend előtti felszólalást tartanunk, mert az önök gazdaságpolitikájának következtében, ha nem ezt a munkát végezzük el, mint amit megtettünk, az ország másfél év alatt réges-régen Görögország sorsára jutott volna, és teljes csődben állnánk. Ez volt a valós helyzet, és ez indokolta a gazdaságpolitikai lépéseinket. Nagyon mást még tenni nem tudtunk. Tisztelt képviselőtársaim, az pedig, hogy milyen teendők állnak előttünk, az azt gondolom, hogy egy pragmatikus megfontolás tárgya, ugyanis szerintem ebben a parlamentben Vona Gábor képviselőtársam felszólalása ellenére sincs különbség közöttünk abban, hogy két kérdésről beszélhetünk egyszerre. Egy európai értékközösségről, és ez az érték, ha más nem a kereszténység tekintetében bizonyára fönnáll a Jobbik képviselőtársai és közöttünk is, és beszélhetünk egy európai érdekközösségről, és a kettő ebben az esetben most szétválik. Lehet, hogy a franciák és a németek esetében az európai értékközösség és az európai érdekközösség egyben van, de kérdés, hogy a mi esetünkben meglévő európai értékközösség mellé társul-e egy európai érdekközösség. Nem tartom ördögtől valónak azt, sőt Vona Gábor képviselőtársam mondandóját megfontolásra érdemesnek gondoljuk, hogy igenis gondoljuk azt végig, hogy Magyarországnak milyen megállapodás áll az érdekében. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogyha kimegyünk az utcára és megkérdezzük a polgártársainkat, hogy mit gondolnak a 2004 óta eltelt időszakról, kevés olyan magyar választóval találkozunk, akik azt mondják, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk időszaka sikeres volt. És ezt a magyar parlamentnek igenis figyelembe kell vennie, és ezért aztán a legbölcsebb döntést hozta a miniszterelnök úr, amit meghozhatott, hogy megkérdezi a magyar nép képviselőit, a magyar parlamentet arról, hogy mit tegyen a kormány és mit tegyen az országgyűlés, mit tegyen az egész ország ebben a helyzetben. Nehezen fogjuk tudni pártállástól megmagyarázni azt a szituációt, hogy ma Európa kellő bölcsességről, természetesen gazdasági érdekről tanúbizonyságot téve eldöntötte, hogy megmenti a halálra ítélnek tűnő eurót, megerősíti és stabilizálja a helyzetét. Ezért nagyon kemény monetáris és fiskális politikát, nagyon kemény gazdaságpolitikát vezet be. Ez az ő esetükben, akik euróval fizetnek, azt gondolom, hogy rendben is van. A kérdés az, hogy azoknak az országoknak, akik nem fizetnek euróval, vajon miért kellene ugyanezeket a szigorú költségvetési, monetáris és fiskális szabályokat bevezetni, hiszen ők nem fognak euróval fizetni? Az a kérdés, hogy milyen választ tudunk adni a magyar társadalomnak erre a kérdésre, aki nyilvánvaló ennek a költségét, rezsijét és minden következményét viselni fogja. Ez pedig minden parlamenti képviselőtársamnak igen fontos felelőssége, különös tekintettel arra, hogy 2004-ben mégis hozott a magyar társadalom egy fontos döntést, hogy az Európai Unió tagja kíván lenni, és ennek alapján születtek meg azok a döntések, amelyek jellemezték az elmúlt éveket. Tisztelt képviselőtársaim, ezért azt gondolom, hogy lehetőség szerint a józenészre hallgatva, az emocionális hangokat némileg feledve, jó lesz, hogyha szimpla érdekből, jól felfogott érdekközösségnél nézzük meg, hogy ebben a helyzetben a kormány számára az országgyűlés mihez ad felhatalmazást és mihez ad kellő támogatást. Azt hiszem, lesznek még olyan országok a következő napokban, akik hasonló döntést hoznak, és megkérdezik a választóikat, vagy megkérdezik azokat, akik a választók képviseletére jogosultak. Nem hiszem, hogy ez ördögtől való lenne, sőt azt gondolom, hogy a mai Brüsszel az nem egyenlő a régi Moszkvával, sőt azt gondolom, hogy a mai Unió nem jelenti a régi internacionalizmust. Magyarul, igenis Brüsszelben lehet nemzeti érdeket képviselni, lehet határozottan föllépni. Orbán Viktorral, a volt szocialistákkal és a szocialistákkal ellentétben nem azért kell Brüsszelbe mennie, hogy megkérdezze, hogy mit akarnak, hanem el kell mondani, hogy milyen szempontjai vannak Magyarországnak. Mesterházi képviselőtársam egy olyan iskolába járt, egy olyan pártiskolába járt, ahol a régi elvtársak még a Ki tud többet a Szovjetunióról című versenyben szocializálódtak. Azt gondolom, hogy ez már némileg idejét veszítette. Tisztelt képviselőtársaim, ezért aztán úgy gondolom, hogy minden újfajta internacionalizmus ellenére helyesen teszi a magyar kormány,
hogyha a parlamenti pártok véleményének kikérésével, támogatásuk reménybeli megnyerésével megteremti annak a tárgyalási kereteit, hogy Magyarország egy olyan döntést hozzon egy megállapodással kapcsolatban, amely köszönő viszonyban lehet a nemzeti érdekkel. Vona Gáborral ellentétben mi azt gondoljuk, hogy ez nem egy reménytelen vállalkozás, bár bőségesen vannak benne kockázatok. Azonban az a realitás, tisztelt képviselőtársam, hogy az az út, amit ön fölkínál, az valószínűleg nem vezet egy 10 milliós ország számára sehova sem. Ezért kénytelenek vagyunk azzal a gondolattal megbarátkozni, hogy könnyen lehet, hogy kompromisszumokat kell kötnünk, de kérdés, hogy hol a határ, milyen megállapodásra van szükség, kell-e megállapodást kötnünk. Ez úgy gondolom, hogy nem lehet csak a kormány felelőssége, hiszen mindannyian, akik itt ülünk, 386-an a hazánk szolgálatára tettünk esküt, azt gondolom, hogy a következő időszak legfelelősségteljesebb és legnehezebb döntése előtt állunk, amire szükség van mindannyiunk legjobb tudására, lelkiismeretére és természetesen álláspontjára és véleményére. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most miniszterelnök úrnak viszont válaszadásra megadom a lehetőséget, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megengedi néhány elhangzott véleményt, szeretnék kiegészíteni. Igaz, hogy a magyar parlamentben a kereszténydemokratáknak és a Magyar Polgári Szövetségnek, illetve pártnak kétharmados többsége van. Kétségkívül igaz, hogy miniszterelnök ilyen nagy, széles, erős és tartós támogatással még nem állt kormány élén Magyarországon az elmúlt 20 évben. Kétségkívül ez azt a benyomást alakíthatja ki önökben, minthogyha a parlamentről lehetne olyan hangon beszélni, mint ahogy önök ezt teszik. Játszóháznak, fölszínesnek, nevetségesnek minősítik, csak azért, mert ebben a házban nem az történik, amit önök szeretnének. Az a helyzet, hogy a magyar parlamentarizmus többet érdemel annál, mint hogy önök így beszéljenek róla, és bár a parlamentben valóban nincs esélyük a kétharmaddal szemben érvényesíteni a szándékaikat, ez nem ad önöknek jogalapot arra, hogy a magyar parlamentarizmust, azon belül a magyar parlamentet és a magyar nép választott bármely képviselőjét olyan hangon említsék, mint ahogy ezt teszik. És az is könnyen lehet, hogy ha önöknek lenne kétharmadjuk, akkor a parlament kevésbé érdekelni önöket, mint amilyen fontosnak mi tartjuk. De mi, akik tiszteljük nem csak a magyar népet, nem csak a magyar választópolgárokat, hanem Magyarország alkotmányos hagyományait is, úgy gondoljuk, hogy vannak kérdések, amelyeket lehet, hogy eldönthetne a kormány egyedül, még az is lehet, hogy a kétharmados többséggel nagyobb vita nélkül eldönthetnénk, mégis olyan kérdések, amelyeket a parlamentnek érdemben meg kell vitatnia. Hozzáteszem, hogy az ilyen kérdések számára egy kiemelt jelentőségi bizottságot létrehoztunk és működtettünk. Sajnálom, hogy félreértettem a helyzetet. Én eddig azt a nagy bizottságot, amellyel minden miniszterelnöki brüsszeli csúcs előtt találkoztam, igyekeztem komolyan venni. Igyekeztem úgy tekinteni, mint amelyben partnerek ülnek. Mindig érdemben kifejtettem az álláspontot, és ugyan semmilyen jogi kötelezettségem nincsen rá. Mégis úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha a magyar miniszterelnök úgy tárgyal Brüsszelben, hogy nem csak a kétharmados kereszténydemokrata, fideszes támogatást tudhatja maga mögött, hanem ha lehet, a teljes parlamenti támogatást, és igyekeztem mindig a nagybizottságban zajló vitákat ennek jegyében irányítani, vezetni, befolyásolni, és ott megegyezésre jutni. Ez most is így volt. Ezért hátbatámadásnak érzem azt, amit néhány képviselőtársam itt elmondott, különösen azok, akik ott szoktak lenni ennek a bizottságnak az ülésén. Hátbatámadás, ami nem szép dolog. Szerencsére vannak a hátam mögött kétharmadnyian, ezért önöknek nehéz lesz ott keresztül vergődni, de a szándékot sajnos kénytelen vagyok minősíteni. Az a helyzet, hogy önök azzal küldtek el egy közös megállapodás alapján engem Brüsszelbe, hogy próbáljunk az euróválságra olyan megoldást találni, amely a 27-ek keretén belül lesz. Ha ez nem sikerül, akkor próbáljunk olyan megoldást találni, hogy a 17-ek meg tudják oldani a válságot. Ez történt. Megpróbáltam elérni, hogy 27-ek körében maradjon a megállapodás. Ez nem jött létre. Utána sikerült elhárítani az akadályokat, hogy 17-ek megállapodjanak. De arra nekem nem volt fölhatalmazásom. Nem kértem önöktől, és önök nem adtak, hogy én bármihez is csatlakozzak. És én komolyan veszem ennek a bizottságnak a munkáját. Vagy legalábbis eddig azt hittem, hogy érdemes komolyan vennem.
annak fényében, ami így történik, hogy önök elárulják az embert, hátba támadják, és megtámadják az ország teljes, sőt a nemzetközi nyilvánosság előtt, uraim, ennek komoly következménye van. Nemzeti ügyekben, egy ország sorsával, ilyen bonyolult külpolitikai helyzetben nem lehet szórakozni. Micsoda felelőtlenség ez, tisztelt hölgyeim és uraim, leülünk, megállapodunk, és az első adandó lehetőséget, amikor önök úgy gondolják, hogy szabadon lehet gúnyolni, azonnal az ország érdekére volt tekintet nélkül kihasználják. Micsoda bírcsaft ez, uraim? Ennyit a nemzeti együttműködésről. Ami a csatlakozzunk egy megállapodáshoz vagy sem kérdését illeti, amiben teljesen ellentétes álláspontot foglalt el a Jobbik és az MSZP, ott a következőkre szeretném felhívni az önök figyelmét. Én a fürgeséget, a gyorsaságot, meg a gyors észjárást is komoly értéknek tartom. De nem jó, hogyha az embert megfontolatlanságra ragadtatja. Mihez akarnak önök csatlakozni? Láttak már szöveget? Láttak már erről egy írást? Hallották önök már, hogy tisztázta volna valaki azt a kérdést, hogyha esetleg csatlakoznánk, mint a szocialisták mondják, akkor akik nem tagjai az eurózónának, az ott leírt intézkedéseket azonnal be kell vezetnünk? Esetleg csak, ha beléptünk a zónába? Vagy csak akkor, esetleg valami arányos megosztásban? Hallottak már, el van ez döntve? Hova akarják, milyen kalandba akarják önök berántani az országot? Hasonlóképpen a Jobbiknál önök el akarnak valamit utasítani, nem is ismerik a tartalmát. Micsoda magatartás az, hogy nem is mérlegelik érdemben. Nem is láthatták még a szöveget. Még én sem láttam ennél a rövid följegyzésnél többet, mint amit bemutattam önöknek. Milyen alapon akarják az ország érdekének komoly megfontolása nélkül elutasítani azt a lehetőséget, hogy valamiben részt vegyünk? Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy bár napirend előtti felszólalást hallhatunk most itt. És ez politikai vita. De némi komolyságot azért nem ártana megőrizni. Tisztelt hölgyeim és uraim! A legfontosabb kérdéseket nem ismerjük. Elmondom most önöknek, hogy jött létre az a dokumentum. Csak annak érdekében, hogy utána láthassák, hogy mihere mondtak önök nemet meg igent. Hétfőn találkozott a francia és a német miniszterelnök. Kedd délután küldtek nekünk egy papírost, hogy ők mire jutottak. Még aznap kaptunk egy attól eltérő tartalmú papírost az Európai Tanács elnökétől. Majd összeültünk csütörtök este, és azt akarták elérni, hogy csatlakozzunk valamihez. Önök szerint ez helyes? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, önök mit akarnak elutasítani, és mire akarnak igent mondani? Nem az a helyes magatartás, ha érzékeljük a kihívást. Úgy, ahogyan ezt próbáltam az önök számára világossá tenni. Van egy bizottságunk, amelynek az a dolga, hogy foglalkozzon az ilyen kérdésekkel, amelyek egyébként némi elmélyülést azért igényelnek. A parlament az ő általuk, a bizottság által elgondolt menetrend szerint folyamatosan megvitatja a nyitott kérdéseket. A kormány igyekszik begyűjteni az információkat, ami ahhoz kell, hogy meg tudjuk ítélni egy leendő megállapodás tartalmát. És ha ezt mind végigvitattuk, akkor higgadtan, nyugodtan, a kellő pillanatban meghozzuk azt a döntést, amire Magyarországnak szüksége van. Nem ez lenne az épeszű, normális, higgadt, mondjuk úgy, hogy népképviselőkhöz méltó magatartás, tisztelt képviselőtársaim. Ezért engedjék meg, hogy ezzel a nemzetközi ügyekre vonatkozó megjegyzéseiket most le is zárjam, és javaslom, mégis fontolják meg, hogy pártpolitikai viták helyett nem akarnak-e esetleg egy nemzeti együttműködés keretében egy nagyon fontos kérdés érdemi megvitatásában részt venni az előttünk álló néhány hétben és hónapban. Ami a belpolitikai megjegyzéseket illeti. Számtalanszor lefolytatott vitákról van szó. Ha megengedik, nem mutatom önöket annál tovább, mint amit az ügyek föltétlenül megérdemelnek. Mindig elmondom Vona elnök úrnak, képviselőtársamnak, hogy biztosan sokan vannak Magyarországon, akik szívesen hallják azt a mondatot, hogy nem fizetünk. Aki fölvette a hitelt, fizesse vissza az. Ülnek itt néhányan, rendezzék el. Szerintem erre kapnánk szavazatot is, meg támogatást is. Az is jó lesne a magyaroknak, hogyha azt mondhatnánk, hogy már pedig holnap reggel mi Magyarország adófizetőinek pénzébe egy fillért se küldünk adósság visszafizetésre, hanem azt az több mint 1000 milliárdot, amit erre a célra kéne küldeni, aminek a fölhalmozásában a felelősség egészen egyértelmű, azt inkább megtartjuk magunknak.
Ezen lehet gondolkodni, csak arra kérem önöket, hogy mielőtt fölülnek erre a könnyű álmokat ígérő gondolára, azelőtt a következő dologgal és következményekkel vessenek számot. Ha ezt teszik, a következő hónapban Magyarországon a nyugdíjasok nem kapnak nyugdíjat. Ha ezt tennénk, amit önök mondanak, a következő hónapban a tanárok, az orvosok, az ápolónők nem kapnának fizetést. Ha azt tennénk, amit önök mondanak, az egész egyszerűen csődbe rántaná Magyarországot. A legkevesebb, amit mondhatok, hogy nem Görögország, hanem hogy Argentína sorsára jutnánk, és olyan évek várnának Magyarországon az emberekre, amiket erősen kétséges, hogy kibírnának-e a mostani fölszerszámozottsági állapotukban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért azt kell mondanom újra és újra, akárhányszor is provokál ebben a Jobbik, mindig ezt kell mondanom. Magyarország államadósságát vissza kell fizetnünk. Az értelmes vita nem az, hogy fizessünk vagy nem, hanem az a kérdés, hogy hogyan, milyen körülmények között, milyen ütemezésben és milyen nagyságrendben fizessünk. Ez a kérdés. És ehhez keressük a megoldást. Igaz, önöktől ehhez segítséget nem kaptunk. De én továbbra is azt mondom, továbbra is megvédem azt az álláspontot, hogy a következő időszakban, a válság utáni Európában azt fogja eldönteni egy ország helyét, súlyát, az ott élő emberek életszínvonalát, hogy milyen gyorsan képes magáról lerúgni, vagyis visszafizetni az államadósságát. Ez fogja eldönteni. Önök itt viccelődnek mindenfajta komolytalan dologgal, amikor arról beszélnek, hogy miközben a magyarok vért és verejtéket izzadva dolgoztak azért, hogy sok milliárd eurónyi adósságot az elmúlt hónapokban vissza tudjunk fizetni, önök szerint az hiába való volt. És ezt mondják csak azért, mert a forint árfolyama az megváltoztatja a számokat. Hát kérem, őrizzék meg a komolyságukat. Egyik nap a forint 317, a másik nap meg 300. 17 forintot esett volna úgy általában a Magyarország gazdasági súlya meg értéke? Az államadóság hirtelen fölment, meg leszaladt. Lehet így számolni, ha önök pénzügyi spekulánsok. De ha önök nem pénzügyi spekulánsok, hanem a magyar nép képviselői, akkor egy komoly szemléletet és megközelítést szeretnék kérni önöktől. Az a helyzet, hogy van egy általános, nagyjáboli értéke a forintnak, amin számolni érdemes az államadóságot. És én azt tanácsolnám önöknek, hogy legyenek büszkék. Önök is legyenek büszkék arra, hogy Magyarország polgárainak erőfeszítése miatt több milliárd eurónyi államadóságot vissza tudtunk fizetni. Legutóbb éppen november végén 2 milliárd eurót, ami meghaladja az 500 milliárd forintot, amit visszafizettünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Ez egy eredmény, ez egy érdem, amiért köszönettel tartozunk a magyar választópolgároknak, nem pedig gúnyolódással és mindenfajta közgazdasági megalapozás nélkülöző, lekicsinlő gúnyolódással. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bár csütörtök éjszaka egyfolytában tárgyaltunk, ezért nekem hiányzik egy éjszakám, de egy-egy hozzászólást hallgatva az a benyomásom alakult ki, hogy talán más sem aludt sokat. Anortodox gazdaságpolitikát hagyjuk föl, azzal hagyjunk föl. Tisztelt képviselőtársam, hát annál anortodoxabb politika, mint amit az Európai Unió most csinál, még nem volt Európában. Hogy önálló, független államok hozzanak létre egy költségvetési uniót, ez annyira kívüláll minden ortodoxián, hogy nyugodtan nevezhetjük anortodoxnak. Miért használ jelszavakat, ahelyett, hogy élne a lehetőséggel, és érdemben venne részt abban a vitában, ami Magyarország gazdaságpolitikájáról szól. Hasonlóképpen azt kell kérnem volna a képviselőtársamtól, hogy bár kétségkívül igaz, hogy az eurózóna tagállamai nehézséggel küzdködnek, de szerintem jobb, ha tartózkodunk az apokaliptikus vízióktól. Az eurózóna nem omlott össze. Kétségkívül komoly nehézségekkel küzd. Nem érdemes Európa erejét alábecsülni. Nem véletlenül csatlakoztunk az Európai Unióhoz, igenis az Európai Uniónak van, lehet, ha jól csináljuk a dolgunkat, lesz is jövője. Tehát szétesést, megbukást, megszűnést, rossz stratégiai, geopolitikai döntést vizionálni szerintem idő előtti. És én azt kívánom Magyarországnak, hogy az önök jóslatai ne váljanak meg. Azt kívánom Magyarországnak, hogy a Jobbik jóslatai Európára nézve ne teljesüljenek. Mert ha Európa szétesik, az nekünk rossz. Ha az eurózóna megszűnik, az nekünk rossz. Ha Európa nem tudja összeadni az erejét, az nekünk rossz. És föl nem foghatom, hogy önök, akik nemzeti elkötelezettségű emberek egyébként, miért akarnak rosszat Magyarországnak, ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, hogy ebben az erősödő, hosszabb távon reményeink szerint erősödő Európában hogyan tudnánk
számunkra a leghasznosabb, érdemeink szerinti helyünket elfoglalni. Európa erejét tehát ne becsüljék alá. Tisztelt hölgyeim és uraim, ami a gazdasági miniszter személyét illeti, következőt szeretném önöknek mondani. Minden tanácsot örömmel fogadok. Látom, most már nem csak arra van tanácsuk, hogy ki milyen miniszter legyen, hanem arra is, hogy a Fidesz megválasztott miniszterelnöke helyett ki legyen a mostani kormánytöbbség miniszterelnöke, ha jól értettem a hozzászólásukat. Elmulasztottam a remek lehetőségét, hogy a Fidesz elmulasztotta a kereszténydemokraták azt a remek lehetőséget, hogy megfogadja az önök személyi javaslatát. Tegyenek személyi javaslatot. Örülünk neki, nekünk is jobb, ha tisztán látunk. Arról nem beszélve, tisztelt hölgyeim és uraim! Arról nem beszélve, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy megvan a dolgok közjogi rendje. A magyar választópolgárok leadták a voksukat. Én is látom, hogy állandóan mindenfajta spekulációk vannak, mint ahogy az elmúlt 20 évben is mindig voltak, hol előrehozott választásokról, kormányátalakításokról, minisztercserékről. Azt szeretném mondani önöknek, hogy ne reménykedjenek. A dolog úgy áll, hogy 4 évre megkaptuk a fölhatalmazást. Elindultunk egy világos stratégia mentén. Magyarországot Európa, vagy Európa egyik legversenyképesebb gazdaságává fogjuk tenni. Azokat a hibákat, amiket önök elkövettek, ki fogjuk javítani. Nem vezényelnek bennünket rövid távú párpolitikai érdekek, ezen az úton végigmegyünk, a munkát megcsináljuk, a 4 éves időtartamot becsülettel végigszolgáljuk, és utána önökkel együtt szívesen állunk a választópolgárok elé, hogy eldöntsék, hogyan és miképpen folytassa Magyarország az életét. Addig, amíg ez nem következik be, és az még hosszú éveket jelent, arra kérem önöket, ne pocsékolják az erejüket személyi találgatásokra. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ami a stabilitási törvényt illető, csak azt tudom mondani Schiffer képviselőtársamnak, hogy ez a vita közöttünk régi keletű, értem az ő álláspontját, én egy egészen más álláspontot foglalok el. Az a véleményem, hogy Magyarországnak stabil, hosszú távon tartós gazdasági alapokra van szüksége, az adórendszertől a nyugdíjrendszeren keresztül. Megkaptuk a lehetőséget, hogy ezeket az alapokat hosszú távon tartóssá tegyük, azzá is fogjuk tenni annak érdekében, hogy ne lehessen 4 évente a magyar gazdasági rendszer alapjait felszedni, mert az elmúlt 20 évben azt tanultuk meg, hogy annak az árát mindig az emberek fogják megfizetni. Ezért jó stabilitási törvényt készítünk, meg fogjuk szavazni, és stabilizálni fogjuk a magyar gazdasági rendszer alapjait hosszabb távon. Hasonlóképpen végig fogjuk vinni a felerősítés politikáját, végig fogjuk vinni a tehermegosztás politikáját, és minden olyan rendszert, minden olyan életteret, amelynek a mostani működése államadósságot termel, korszerűsítünk, átalakítunk, megújítunk és átszervezünk annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságban és a mostaninál jobb életszínvonalon élhessenek Magyarországon, ne csak néhány évig, hanem évtizedeken át tartósan. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelt Ház, most a további naprend előtti felszólalások következnek. Elsőként Mandur László képviselő úrnak, az MSZP pacsoraiból adom meg a szót, parancsoljon.